Az év végéhez közeledve is jut minden hétvégére egy úszóverseny az országban. Baja és Szeged között szombaton Nyíregyházán a sor, ahol negyedik alkalommal rendezik meg a Szabolcs Kupa elnevezésű versenyt. Korábban úgy volt, hogy Romániából is érkeznek sportolók, de mivel ott erre a hétvégére tették az országos bajnokságot, rájuk ezúttal nem számíthatnak a szervezők. Szintén ezen a hétvégén van az egyetemisták országos bajnoksága is, így ők is hiányoznak a mezőnyből. Itt lesz viszont 13, köztük egy szlovák egyesület több mint 160 úszója, ami mintegy 650 rajtot jelent. A rendező Nyíregyházi Sportcentrum több mint 500 versenyzőt nevezett a Szabolcs Kupára. 54 versenyzővel számoltunk, akik részt vesznek ugye a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben. Vannak sajnos betegség miatt kimaradók is vannak, akik egyéb távol lét miatt vannak, készülnek a jövő heti országos bajnokságra. Én úgy gondolom, hogy az elvárás az, hogy a hazai medencében egyéni legjobb eredményeket úszunk. Itt nagyon jó lehetőség van a kicsiknek, főleg arra, hogy az országos bajnokságra szintidőket teljesítsenek. A versenyprogram lebonyolítása a tervek szerint 6 órát vesz majd igénybe. A szervezők a sportélmény mellett igyekeznek a jó hangulatról is gondoskodni. 8 órakor kezdődik a kapunyítással, 9 órától van bemelegítés, 9 óra 45-től mi szeretnénk egy ünnepélyes megnyitót, illetve 9 óra 50-től a még nem igazolt, de már úszó palántánként úszó erényeket csillogtató kisgyerekeknek lesz egy bemutató futam, akkor a szülők és a többi versenyzők előtt egy 50 métert teljesítenek, és 10 órakor kezdődik a versenyprogram. A verseny az körülbelül délután 4 óráig fog tartani, a végén egy ilyen 8:50-es csökkenő életkorú váltóval, egy ilyen kis buli hangulattal zárjuk. A nyíregyházi úszók közül 8-10 a jövő héten is medencébe szállnak. Szerdától szombatig ugyanis Szegeden rendezik meg a korosztályos rövidpályás országos bajnokságot.